Valaki kérdezte, hogy mi az, amit a felház mozgalomról lehet tudni, és igazából én semmit nem tudtam akkor még erről az egészről, ami néhány hete volt. Utána néztem és gondoltam, megosztom mindenkivel, akit érdekel. Előre bocsájtom azt, hogy én nem utálom ezeket az embereket, nem haragszom rájuk, nem kívánok semmi rosszat nekik. Én pusztán azok számára, akiket érdekel, Elmondom, hogy mi a véleményem, és megpróbálom ezt alátámasztani az írással. Hiszen a felházmozgalom azt mondja, hogy ők a teremtő szavát hirdetik, illetve a megváltó szavát hirdetik. Amennyiben ők ezt csinálják, akkor nyilván találni fogunk rá példát az írásban, illetve bármit, amivel támogatni tudjuk ezeket az állításokat. Szóval szeretném, ha tudná mindenki hogy én semmi rosszat nem kívánok nekik, én csak szeretném elmagyarázni mindenkinek azt, amit én gondolok, alátámasztani mindezt az írásom magával. Amint megláttam a felház logóját, illetve azt a képet, egyből ez jutott eszembe, ez a Together 2016 gyülekezet, ami Amerikában volt, és a katolikus egyház által támogatott minden egyházat egybe egy gyűjtő, megmozdulás volt. idézőjelvetett hívők mindenféle vallásokból gyülekeztek az óriás fallos emlékmű előtt, ami ugye egy obelisk, és természetesen Osiris fallosát szimbolizálja, ami egy pogány szimbólum, ugyanúgy, ahogy a fekete-fehér kettőssége, valamint a Ahogyan fent úgy lent tükröződés, illetve maga a számok ugye 7-7-7. Ez az egész az ellenség szellemében történő gyülekezést szimbolizálja. Felházlogójában ugyanúgy megtalálható, felház logójában ugyanúgy megtalálható a falosz szimbólum és az Obelisk. Itt egyszerűen csak egy háznak van ábrázolva, amellett, hogy felház ugyanazt, az értékrendet képviseli, amit az bármi más gyülekezet, ami azt hirdeti, hogy mindenféle hívők egy, egy úgymond idézőjetet Istent vagy hatalmasságot imádnak, és ez mindazok számára, akik azt mondják, hogy ők a teremtő és a megváltó útját követik, azok számára ez elfogadhatatlan. Erre figyelmeztet Saul és a Korintus Korintusiakhoz írt második levelének hatodik fejezetében Ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, mert mi szövetsége van igazságnak, hamisságnak, vagy mi köze világosságnak a sötétséggel, mi egyessége van másiáknak béliála, mi köze hívőnek hitetlenhez. Ez az, amire figyelmeztet nem véletlenül, hiszen tudja, hogy amennyiben a hitetlen és a hívő egy helyen van, és együtt működik, vagy pedig bármilyen kapcsolatban is van, abból óhatatlanul az lesz, hogy a kettő egymás felé közelít, és amennyiben ő tökéletességet vár el a teremtő, a hua tökéletességet vár el tőlünk, akkor az nem fér bele, hogy mi közeledjünk a hitetlenekhez. Nem arról van szó, hogy utálni kell őket megvetni, vagy bármilyen módon lenézni őket, pontosan ellenkezőleg segíteni kell őket abban, hogy megtalálják az igazságot. Ennek azonban nem az a módja, hogy mindenféle össze-vissza hitek meg gondolkodásmódok keverednek, és akkor abban majd lesz valami. De én nem azt mondom, hogy ezek az emberek rosszak, én azt mondom, hogy nem lehet a világ módján szolgálni a teremtő. Ez a idézet pedig 5 Mózes Teberim 22-es fejezetből származik, a teremtő nem híve annak, hogy keveredjenek a mindenféle dolgok. Neves a te szőlődbe kétféle magot, hogy fertőzöttél, ne legyen az egész. A mag, amelyet elvetsz, az a szőlőnek termése. Neves kétféle magot, ne szánts ökrön és szamáron együtt. Ne öltözé vegyes szövési, az gyapróból és lemből szült ruhába. Egyáltalán nem híve a keveredésnek, hiszen pontosan tudja, hogy abban milyen problémák következnek. Ugyanúgy, ahogy a hitetlenekkel ne legyünk felemás igában, ugyanúgy ne fogjunk felemás állatot az igába. Azért mondja, hogy neves a szőlőbe kétféle magot, ugye a mag, maga az írás, maga a szó, a szőlő, ugye ez mind, mind a megváltó és az emberiségnek a, a parabolája és a hasonlata ne, ne fertőzötté, ne legyen az egész. Ő, az ő szemében ez fertőzött, hiszen amennyiben a, az, a hívő és a hitetlen, vagy az össze-vissza hitek keverednek, az írás fertőzött lesz, hiszen mindenki hozzáteszi a saját véleményét. Ezt akarja elkerülni. Egy írás a Divinity blogon a felházról szól, ugye itt is itt van az Obelisk szimbólum de igazából nem is ez a lényeg. Hanem amiről beszél, az ugye az, hogy elment a felházba nem kívülállóként, és nem is azért, hogy cikket írjak róla. Látni akartam a helyet, ahol keresztény testvérem úgy tapasztalják, hogy Isten történik. Ugye az a kérdés, hogy mi is az, amit Istennek hívunk. Természetesen az nyilvánvaló, már gondolom a korábbi videóban mindenki számára, hogy kereszténység nem képviseli a megváltót, és nem képviseli a teremtőt, hiszen nem azon az úton járnak, ahol a megváltó járt. Ez többféle módon is ki lehet deríteni, Máté 19-es fejezet Máté Yahoo így ír, és ímé hozzá jövén egy ember mondani, ki jó, mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyernek? Ez ugye a husak ha a megváltó maga, és neki szegezik a kérdést. Ő pedig ezt mondja, miért mondasz engem jónak? Kereszténység eleve a megváltót helyezi az a Isten fokozatba. Ő pedig azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egy elohi az atya. Akkor hogyan lehet a megváltó maga az Isten, ha azt mondja, hogy ő nem jó? Ugye ez az első probléma a kereszténységet, de ezen túl is léphetünk. Ha pedig be akarsz menni az életre, mi az életnek a titka? Hogyan lehet az ember a királyságban. Tartsd meg a parancsolatokat. Ez a megváltó szava. Tartsd meg a parancsolatokat. Arról beszél, hogy csak egy jó van, az pedig Elohim. Nem azt mondja, hogy az én parancsolataimat, azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat, amelyeket Elohim parancsolt. Ez az útja az örök életnek, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Így jut el az ember oda. Az, aki nem ezt teszi első helyre az életében, az nem a jó úton jár. Ezért mondtam azt, hogy a kereszténység nem képviseli a megváltót, hiszen nem ezen az úton jár. És nem rossz emberek, nem gonosz emberek egyszerűen, mint mindannyian egy ponton az életünkben félre vannak vezetve. Vallás mindig is egy útja volt az ellenségnek, hogy az emberiséget eltérítse a teremtőtől. 18-as, mondanék ki, melyeket? kérdezi a, az ifjú. Ja, húsa pedig mondanék, ezeket ne őj, ne paráznál, hogy ne lopj, hamis tanú ne tégy. Tisztelt atyádat, anyádat és szerest felebarátodat mint te magadat. A parancsolatok követésével mutatja meg az ember, hogy szereti a mindenhatót és szereti a felebarátját. Nem azzal, hogy mondja, azzal, hogy cselekszik. 3 ben már erről beszélt, hogy szerest fele barátodat. a szerest fele barátodat nem a megváltó üzenete, a szerest fele barátodat, a teremtő üzenete volt a kezdetektől fogva. Hogy szereti az ember a felebarátját, Az én rendeléseimet megtartsátok. Így ezt mondja Jahua, a teremtő. Így szól a 3 Ne gyűlöd a te atyád fiát szívedben. Fedd meg, a te fele barátodat, nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Ez, amikor azt mondják, hogy ne ítélj meg, vagy nem kellene, hogy ítélkezzél, az két külön dolog az ítélkezés, a két egy másik dolog az, hogy az ember felhívja a figyelmet arra, amikor valaki rossz úton jár. Ez a kötelességünk. Fedd meg a te fele barátodat, nyilvánosan, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Hiszen amennyiben nem tesszük ezt, akkor az a mi lelkünkön szára. 18. Bosszú álló, ne légy haragot, ne, tartsa, ne a te néped fiai ellen, hanem szeressed fele barátodat, mint magadat. Ez az üzenet volt kezdetektől fogva, a parancsolatok, az instrukciók, a tora üzenete. Én vagyok, Jahua, az én rendeléseimet megtartsátok. Úgyhogy mindazok, akik gyülekeznek másféle hitűekkel, nem abból a célból, hogy elvezessék őket a torához, az instrukciókhoz, hanem hogy keveredjenek velük, azok rossz úton járnak. És miért ugyanazt ismétli meg itt, amiről szó volt? Barmadat másféle állattal ne párosíts, szántóföldön kétféle magot, neves, kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Ne keveredjen az egyik a másik. Számtalan más probléma is van a felházzal. Én azt is értem, hogy általában azokról szól, akik úgymond Jézust elfogadták, és ezek mind-mind egy tető alá kerülnek. Ugyanez a célja. A katolikus egyházak is katolikus ugye annyit jelent, mint univerzális egyesült. Ugyanez a célja, csak más módszerekkel próbálkozik. Az ellenség mindig is ezt próbálta, kezdetektől fogva az egész emberiséget egy vallás alá terelni, ami őt szolgálja nem pedig a megváltott és a teremtő. Tisztában vagyok vele, hogy ezek az emberek nem az ellenséget akarják szolgálni, de az nem azt jelenti, hogy nem azt csinálják, hiszen a teremtő megmondta, hogy hogyan lehet őt szolgálni. Erről olvashatunk Józsui 22-es fejezetben, amikor is így szól, csak igen, vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot, arra, és a törvényt, melyet parancsolt nétek Mosé Mozesi a huának és szeressétek ki a huát, a ti hatalmaságotokat, és járjatok minden ő útján, és tartsátok meg az ő parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, szolgáljatok néki teljes szívetekből, teljes lelketekből. Az, hogy szeretni őt, őt szolgálni az egyenlő a parancsolatok megtartásával, erről beszél, soha nem fog megváltozni soha. Megmondtam alakiás 3-at, hát én jahúan nem változom meg. Ézsaiás 55-10, az én szavam nem tér hozzám vissza üresen. Amit megmondott, az így lesz mindörökké. Szeressétek az és szeressétek ki a huát, a ti hatalmasságotokat, és járjatok minden ő útján. Mi az ő útja, az ő parancsolatai, az ő rendelései, a Torah. Az, ami az ember szívében kell, hogy legyen, amennyiben ő azt mondja, hogy ő a Teremtőt követi. És az a sajnálatos, hogy ezek jó szándékú emberek, és sajnos egyelőre úgy tűnik, hogy rossz úton járnak. Azt nem tudni, hogy mennyi embert vezet innen el a Teremtő magához, hiszen ez is egy út arra, hogy eljussunk hozzá. Azonban nem tudjuk a világ útját járni, és közeledni hozzá egyúttal. Nem tudjuk. Őt szolgálni a mi saját utunkon. Nem nézhetünk ki úgy, mint a világ, nem beszélhetünk, úgy, nem viselkedhetünk úgy, és közben azt gondoljuk, hogy a, a teremtő és a megváltó útját járjuk. Máté 12. fejezetben egyértelművé teszi, de nem csak itt mindig, mindenkor a megváltónak egyetlen feladata volt az, hogy dicsőítse az atyát azáltal, hogy az ő parancsolataiban jár az instrukció a Tora alapján él. Nézzük, hogy miről is van itt szó, le kell haladnunk egészen a végéig ennek a fejezetnek, ahol így szólnak hozzá a 47-es fejezetben. És mondanék ki valaki, ímé e a te anyád és testvérét orakün állnak és szólni akarnak veled. Ő pedig felelvén mond a hozzászólónak, ugye azt mondják, hogy az ő vérszinti anyja és a testvérei kint várják. Kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim? Kinyújtja a kezét az ő tanítványaira, mondta, ímé e az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem, fi testvérem, nővérem és anyám. Aki cselekszi, aki úgy él, ahogy az atya Megparancsolta a számunkra. Az ő akaratában él. Még mennyire egyértelműen kell elmondania, hogy a Tora nem megy sehova, soha nem is fog. Parancsolat volt, parancsolat van, és lesz is a királyságban. Ugyanúgy érvényes, mint ahogy mindig is volt. Ahol nem ezt mondják, az a hely. Félrevezeti az ember és bár ezek az emberek egyáltalán nem rossz emberek, nem gonoszak, és nem az ellenséget akarják szolgálni. A lényeg az, hogy a szellemiség, amiben vannak, az a világot képviseli. Úgy néznek ki, úgy beszélnek, úgy viselkednek. a Esiáhu 57-es fejezet így szól, és, és ti közelegetek ide szemfényvesztő fiai paráznának magva, aki paráznák oda ki felett örvendeztek, ki ellen tátjátok fel szátokat és öltitek ki nyelveteket. Nem ti vagytok ki a bűngyermekei a hazugságnak magva. Akik lángoltok a báványokért minden zöld fa alatt. Megöltök gyermekeket völgyekben hegyek hasadikai alatt. Sajnos az a szellemiség, amiben ezek a rendezvények zajlanak, nem a teremtő Elohimet szolgálják. Isten szolgálják, az kétségtelen, csak nem azt, amiket ők gondolják. A keveredés soha nem volt jó ötlet a teremtő szemében, és bármennyire is próbálunk most egységet teremteni, nem fog sikerülni. Mivel ez a világ nem erről szól. Ez a világ, e világ, Isten, e világ hatalmasága az, aki irányítja ezeket a mozgalmakat. Jó szándékú emberek rossz helyen járnak. Zsoltárok Tehelim 110 szó. 35. Sőt, össze a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket, és tisztelték azoknak báványait, és csapdával levének azok rájuk törré. Nem tudunk keveredni az emberekkel. Mindenki, aki nem a teremtő útját tanulja el, és az ő módján cselekszik, az rossz úton jár. Jeremiáhu Jeremiás 10. fejezetben ugyanígy szól. Ezt mondja Jahua, a pogányok útját el ne tanuljátok. És az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól, mert a népek báványai, mint Jézus Krisztus, hiába valóság, hiszen az erdő fájába vágják, azt ácsmester kezei készítik bárda. Következő részekben meg fogjuk nézni azt, hogy mit mondanak a szervezők erről az egészről, és Hát, ha ki tudunk deríteni még többet a felházról és az egész mozgalomról. Remélem, hogy nem sértettem meg senkit, nem ez volt a szándékom, segíteni szeretnék. És egy az, hogy a teremtő segítsen mindannyiunkat, hogy megértsük, hogy mi az ő útja, és azon tudjunk járni. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat! Halleluja!